Ünnepi ráhangolódás és pihenés helyett még nagy a sürgés forgás a Lions Club házatáján, ahol a karácsony előtti utolsó napokban is folyik az adománygyűjtés. 5 éve segítik a helyben élő rászoruló családokat és azokat, akik egyedülállóak és nehéz helyzetben vannak. Elsősorban a balatonfüredi rászoruló családokat támogatjuk, egyedülálló időseket, nagycsaládosokat, azok, akik rá vannak szorulva, illetve egy kicsit tudunk nekik segíteni ezzel az adománnyal. Élelmiszert gyűjtöttünk több alkalommal, nagyon szépen köszönjük az adományozóknak az adományokat, mert tényleg igazán adományozó kedvükbe voltak és segítettek bennünket. Valamint azon kívül különböző vállalkozók segítenek minket, különböző utalványokkal, és akkor ezeket az utalványokat tesszük még az élelmiszercsomagok mellé. Mi 10 fővel vagyunk a klubban, a Lions klubban, 10 helyi lakos, és mi magunk gyűjtjük be az adományt, szortírozzuk szét, és mi magunk visszük is ki a városban rászorulóknak. Az élelmiszerek túlnyomó részt az alapvető élelmiszereket tartalmazza. Szeretnénk ezekkel az adománycsomagokkal egy kicsit szebbé, meghittebbé tenni a családoknak a karácsonyt, a karácsonyi ünnepet. Gáspár Ákos önkormányzati képviselő a kezdetektől segíti az adománygyűjtést, szerinte nagyon fontos a helyi Lions Club tevékenysége. Nagy örömmel csatlakoztam a Balatonfüredi Lions Clubhoz, hogy együtt tegyük szebbé a rászoruló családok karácsonyát, és büszkeséggel tölt el, hogy idén is nagyon sok vállalkozó, helyi vállalkozó, illetve magánszemély csatlakozott hozzánk. Nagyon fontos, hogy az adományok még az ünnepek előtt megérkezzenek a családokhoz, így jelen pillanatban is még osztjuk szét az adományokat, és ezeket fogjuk a héten kiosztani. Ezzel a gyűjtéssel idén 30 családnak, illetve egyedülállónak tudunk segíteni. Az összegyűjtött adományokat jelenleg még szortírozzák, sőt várhatóan érkezik is még felajánlás a napokban. Ha végül összeállnak a csomagok, megkezdik azok célba juttatását.